Erdély Mátyás a vendégem, és olyan nehéz most azon kívül megszólalni, hogy hú, és gratulálok, és hogy fülig ér a szánk. Tényleg nagyon szívből gratulálok. Ez egy olyan óriási siker, hogy... És még csak azt sem mondom, hogy erre nem számított senki, nem, benne volt a levegőbe, de attól függetlenül, amikor kihirdetik, amikor egyszer híre megy, az ember mégis olyan csodálkozással tudja olvasni, befogadni a hírt, mint hát akkor döbbenne rá, hogy mi van. Hát egyébként akkor döbben rá, hogy ez mégiscsak megtörtént. Igen. Olyan sokat mondtak már erről a filmről, olyan sokan leírták, hogy mitől nagyszerű, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ön megfogalmazása szerint mitől lett nagyszerű ez a film? Valószínűleg attól, hogy egy nagyon egyedi és nagyon-nagyon bátor megfogalmazásmódot találta László erre a történetre. És végre valaki, aki a filmet úgy tekinti, ahogy ez szerintem nagyon is kéne, hogy az képekkel mesél, és nem arról van szó, hogy dialógusokat mondanak színészek, és ezeket fölvesszük, hát, hanem... ott van a színház. Így van, ott van a színház, és ott van az irodalom, és nagyon sok minden, és a film ezért sokkal többet tud. És tényleg az olyan jó, amikor egy filmrendező, és tényleg képekben, és azzal a rengeteg dolog, amivel egy film tud operálni, azzal ő egyszerre tud gondolkodni. Akkor most aztán az összes kulisszatitokra kíváncsi vagyok, mert hogy így gondolkodik a rendező, az egy nagyon fontos állomás a film végeredményét tekintve. Na de ott jön ön, az operatőr, és majd ott van a főszereplő, vagy főszereplők ugye más esetben, tehát a hármójuk szeme egy, de legfőképpen a rendezői és az operatőré. Itt a film, a snitteket nézve, tehát amit ön alkotott, amit nyilván László kitalált, tehát hogy én úgy tudom elképzelni, hogy ott menet közben erről nem lehet már beszélni, hanem meg kell érezni azt, hogy a másik mire gondol, és azonnal elcsípni azt a pillanatot. Ja, ez pontosan így van. Tehát, hogy a forgatás az a megvalósítási időszak. És ott már nincs arra idő, hogy ilyen alapvető kérdésekkel, hogy mit miért, és mit hogy kéne csinálni. Azon egyszerűen nincs idő foglalkozni. Tehát a film előkészítése, ami lehet, mondjuk a mi esetünkben kb. Évekig tartott, tehát hogy kifejezetten hosszú időszak volt. Hány évig készültek erről a filmről? Hát nagyon, ez egy nagyon hosszú, és egy ilyen érdekesen így egyre jobban befeszülő idő volt, hogy tényleg, hogy elkezdtünk először itt csak nagyon nagy vonalakban beszélgetni, és aztán egyre mélyebbre és mélyebbre ástunk ebben a dologban, és ez szépen alakult ez a dolog. És amikor ott vagyunk a forgatásnál? Az tényleg a megvalósítás. Akkor már villanások vannak, és tekintetek Abszolút. Vannak, és nem az, hogy emlékszel, a vizuális tervben azt írtad ennél a ponton, egyáltalán ehhez a filmhez tudott vizuális tervet készíteni? Hú, nagyon-nagyon pontos terv volt. Tehát, hogy minden egyes snitt az utolsó részletig ki volt találva. Persze, és ez is a koncepció része volt, hogy nyilván egy ilyenfajta filmben, ilyen hosszú snittekben dolgozunk, ennyire sok ember vesz benne részt, és a főszereplőn kívül ugye rengeteg háttér szereplő is, a mozgás és minden ugye belejátszik ebbe. Nyilván rengeteg olyan dolog, ami kontrollálhatatlan. De ez a fajta kontrollálatlanság és bizonytalanság az a koncepció része volt, hogy a terv az volt, hogy minél pontosabbak legyünk, de között tudtuk, hogy két snit például sosem ugyanolyan. Mert az egyik statiszta nem oda lép, ahova kéne, a Géza egy lépésre később áll meg, a kamera már máshol van. Tehát, hogy ez pont ettől lett jó? Ez amit egyszerűen nem lehet tervezni. Ez egy adottság volt. Tehát nagyon pontosan ki volt, nagyon-nagyon pontosan mindenki volt találva, és az volt a célunk, hogy ez a legprecízebb és a leghibátlanabb legyen, de az a rengeteg benne lévő bizonytalanság, az közben része lett ennek a dolognak. Igen, azon gondolkodtam, hogy a mai filmgyártás afelé tart, hogy rögzítsünk mindent, sőt, mindent rögzítsünk 428-szor és 360 fokba, sőt, Matrix, tehát tegyünk körbe, mint a 200 kamerát, és az rögzítsen mindent minden irányból, és akkor utána ott van a vágóasztal, és majd szépen a mozdulatokat összevágjuk, hogy ki, mikor, mit nézett, merre billent a szempillája, tehát, hogy minden. De ez a film pont ezzel szakít, ami a filmes trend, hogy nincs 360 fokos filmezés, hanem a főszereplő arcával és szemével követem végig az eseményeket, ami Hát egy iszonyatosan nehéz munka. Igen, nekem is van egy ilyen érzésem, hogy különösen attól, amióta digitális technológiával készül egy csomó film, ami ugye azt is jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy ott van a kamera, nincs korlátja annak, hogy mennyi anyagot rögzítenek. És ettől van egy ilyen furcsa inflációja a képnek, hogy egyszerűen nincs értéke. Majd kivágasztom a vágóasztalon a legjobbat. És ugye ez azt is jelenti, hogy akkor nem kell annyira meggondolni, hogy mi az, amit felveszünk, hogy vesszük azt fel, hanem akkor vegyük fel így is, vegyük fel úgy is, vegyük fel amúgy is, és akkor tényleg majd a vágóasztalon. Ezt is lehet használni, azt is lehet használni, és akkor van egy ilyen furcsa, tényleg egy ilyen értéktelenedése ennek a dolognak, ami pedig szerintem baj, mert olyan jó, hogy az ember azt mondja, hogy jó, a végtelen lehetőségek közül ezt választom, és csak ezt választom, és erről mind lemondok, mert tudom, hogy ez a fontos. És akkor az jó, mert azért rákényszeríti mindenkit, rákényszeríti a rendezőt, a vágót, az operatőrt, és a színészeket is, akik tudják, hogy ezt nem fogjuk fölvenni 218-szor, ezt fel fogjuk venni 4-szer, 5-ször, maximum 6-szor, és hogyha ebben a 4-5-6-ban én nem teszek bele mindent, mint színész, akkor nem lesz meg. És nem a vágóasztalon fogják összerakni a színészi játékot, hanem vagy megtörténik, vagy nem történik. De ezt most én gondolom már túl, hogyha 6-szorra sincs meg, akkor annak nincs helye a filmben. Tehát, hogy akkor lehet, hogy ez már csak így túl gondoltam a fejembe, hogy akkor viszont valami nincs meg ott belül a színészben, az operatőrben, rendezőben, tehát hogy lehet, hogy akkor az a jelenet az nem is odavaló, hogyha nem sikerül? Nem tudom, hogy így van-e. Nem tudom, van egy olyan érzés, ami valószínűleg nem így van. Nagyon sokfajta rendező van, nagyon sokfajta készben csinálnak. Van érzésem, magának tudása van. Nyilván tanulom és ezt a dolgot, hogy vannak olyan rendezők, akik direkt csinálják azt, hogy nagyon-nagyon sokszor vesznek fel. Például azért, hogy elfárasszák a színészt. Az általában nagyon jót tesz egy színésznek, hogyha nincs erre energiával, hanem mert az is azt segíti, hogy így letisztul a játék, és tényleg a lényeg marad meg. És vannak rendezők, akik az a technika, hogy 72-szer fölveszik, és aztán 2 nappal később megint elkezdik fölvenni ugyanezt a jelenetet, és már amikor a végletekig unja saját magát a színész, akkor kezd el valami olyat csinálni, fantasztikus. Na, térjünk vissza az előkészítésre, évekig. Tehát hogy volt kitől jött az első ötlet, hogy csináljunk egy filmet, mi volt a folytatás? Hát a László, természetesen a Lászlóból jön ez az egész. Ő megtalálta ezeket az írásokat, a Zonder komandósok írásait, amiket elástak a tábor területén. Ezt pár évvel ezelőtt, ha jól tudom, tehát nem olyan nagyon régen megtalálták, és ebből kiadtak sok szöveget. Ő ezt, amikor megtalálta, akkor ő azt gondolta, hogy ez egy olyan anyag, amivel érdemes foglalkozni, és akkor ő ezt nagyon-nagyon hosszan érlelte magába, hogy ezt hogy lehet egyáltalán elkezdeni, hogy lehet ezt megfogni, ezt az anyagot, mi az az út, ahol az a fogás, hogy talál ezen fogást tulajdonképpen. Akkor úgy gondolom, hogy ne legyen ez a 228. azonos témát feldolgozó film. Pontosan, és akkor mi 2007-ben csináltunk egy rövid filmet, ugye az volt, hány éve? 9 éve, az egy címe, hogy Türelem, és ez volt a László első kisjátékfilmje. És az egy hasonló témát dolgoz fel, ez egy egysnites rövidfilm, 13 perc, ha jól emlékszem, és ott már ezzel a formanyelvvel kísérleteztünk. Ez is abszolút a László gondolata volt, hogy ezt a filmet így akarja megcsinálni. És ez egy állati érdekes feladat volt, tényleg teljesen szokatlan, és tényleg olyan volt, hogy én nem ismertem semmi ehhez hasonlót. És ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt, egyrészt a közös munka is nagyon jó élmény volt, másrészt a film egy nagyon érdekes dolgot tudott, ami tényleg olyan volt, hogy hú, ez nagyon érdekes. Ettől a képi megvalósítástól? Igen, ugye ez egysnites dolog volt, tehát egyetlen nem volt benne vágás, a film legelejétől a legvégig egyetlen egy felvételből áll, és ettől eleve van egy nagyon furcsa időkezelés, tehát hogy nincs vágás, tehát minden jelen időben történik, és ott is hasonló az ötlet, hogy a kamera az nagyon-nagyon ezzel az egy szereplővel mozog. És akkor ott valamit megéreztünk, vagy megérzett a László, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes forma. És amikor a Saul ötlete felmerült, akkor automatikusan ez a forma társult ezzel a tartalommal. És akkor ezen elkezdtünk agyalni, hogy akkor ezt hogy lehet egyrészt azt, amit ott csináltunk, hogy lehet sokkal inkább erre a filmre, erre a történetre átültetni, illetve igen, tehát mik azok a változtatások, amit ez a dolog igényel. És akkor ez tényleg éveken át tartó párbeszéd volt, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. És nagyon érdekes például, hogy nagyon-nagyon, tehát úgy álltunk ennek a dolognak, hogy például mi ez, amit nem lehet ez a film. Tehát, hogy nem is az, hogy milyen legyen, hanem milyen ne legyen. Nem milyen ne legyen. Hát nagyon sok dolog felmerült. Tehát nagyon sok olyan filmcím, amit nyilván nem fogok elővenni, de hogy nagyon sok olyan film... Ja, persze, most nem hozunk negatív példákat, értem. Hogy hát olyan nem lehet. Sőt, tehát, hogy azok a filmek csináltak, annak tényleg az ellentéte az, ami a Saul kell legyen. Pontosan azért, mert azt éreztük, hogy az a fajta megközelítés, amit ezek a másik filmek használtak, hogy ez egyszerűen nem éri el azt, egyszerűen nem működött nekünk. És hogy akkor tényleg nézzük meg, hogy akkor ettől hogy lehet gyökeresen más csinálni. Hát sikerült. Hát igyekeztünk, igen. Abszolút sikerült. Ja, megnézzünk egy jó filmet, közben is vannak érzéseink, jó esetben, ha az a film úgy hatott ránk, akkor utána ezen elkezdünk gondolkodni, az érzéseink tovább forrnak bennünk a gondolataink révén, de itt önök azzal operáltak, hogy az első perctől kezdve érezzen a néző. Tehát azt érezze, amit a főhős, tehát az ő szemével láttatni, közelébe, és amit nem lát a főszereplő, amit nem lát a néző a főszereplő szemével, az pedig hallja. Tehát, hogy gyakorlatilag csak nem az összes érzékszervünket bevonták nekünk, nézőknek, és szerintem ezt díjazzák most nagyon sokan a világon. Igen, szerintem is van ebben egy nagyon furcsa hatásmechanizmus, még az is érdekes szerintem, hogy igen, azt kell érezzük, amit a főhős, közben a főhős nem érez. És aztán, amikor ő elkezd érezni, igen. Akkor mi is elkezdünk. És van egy ilyen nagyon furcsa játék ezzel, hogy tulajdonképpen egy érzéketlen robot az elején. És aztán, és mi nézők sem tudunk vele mit kezdeni, hiszen ez egy bábú, és lehetetlen érzelmileg kötődni ez az ember, és amikor ő elkezd valami furcsa... Ez is már egy érzelem bennem. Igen, de hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, ravasz dolog, hogy amikor ő benne megfogalmazódik valami fajta szikra, amit nagyon nehéz definiálni, hogy ez mi, és nem is tennék rá kísérletet, de hogy valami azért ott elindul ebben az emberben nyilván, hiszen az aki végig ezen az őrületes úton, amin ő végigmegy, akkor kénytelenek vagyunk erre így rá, ilyen piócaként rá tapadni, hogy hú, ez akkor valami, és akkor ez mi, és akkor nézzük, és akkor folyamatosan pici darabokból áll bennünk és össze, hogy mi ez, ami ezt az embert hajtja. Már mondani valamit a csütörtöki napról? Nem. Nem. Én megkérdezni sem mertem máshogy, csak így, hogy merje. Hát én nem érdemes, hát meglátjuk, hogy mi lesz, de szerintem ahol most van ez a dolog, az már bőven jó, és nem akarok semmit. Jó ez. Ez a mai nap is csodálatos, ez így igaz. Akkor még annyit áruljon el, hogy tudom, hogy még ebben élnek, és ennek az összes stációját járják végig alkotók, készítők a film kapcsán, de hogy gondolkodtak már következőn? Megvan az ötlet? Igen, van egy nagyon-nagyon izgalmas terv, ami még nagyon képlékeny, úgyhogy nem is nagyon... De megint kell 9 év, hogy beszélgessenek? Na ez az, hogy remélem, hogy nem 9 év fog eltelni, de van egy nagyon-nagyon izgalmas terv valahol a László fejében. Már íródik, meg elkezdődtek mindenféle beszélgetésé, de még ez ilyen... Fogadjunk, hogy nem fog róla semmit mondani. Nem mondhatok. Nagyon köszönöm, és még egyszer szépen. Nagyon szépen köszönjük.